Sziasztok, itt újra ezt után. Folytatjuk a Pinszvár iszötöni Trials and Tribulations-t. Már befejezzük a második epizódot. Tehát ez már az a perc, ahol le kell buktatnunk Mr. Pinocchio-t. Aki nem tudná, Luke. Október 12-től 14 perc. Néti bíróság vádlott váróterem. Így is szám. Tesó. Igen, hallottam mi a hangját. Szóval a szívedben ilyen? Ez dilány. Igaz, hogy a detektív az igazi gyilkos? Hogy őszinte legyek, még nincs bizonyítékom rá. De csak ő tehette ezt. De ő nem volt Loritello-ban azon az estén? Még azt se tudjuk, hogy mi volt az... Milyen szándékból tette? Miért akarta megölni Kimble-et Mr. Pinocchio? Visszakötény a bíróságra. Kemény bizonyítékra lesz szükség itt. Úgyhogy most vagy soha. Október 14-12 óra 24 perc, négy bíróság, hatodik terem. Félix Wright és Maya Fey kontra Godot. Kitehetetek rajtunk, Mr. Pinocchio. Nem hagyhattam, hogy meghozzák az ítéletet. Még. Főleg akkor, hogy tökéletes alibivel. Egy olyan alibis néven, mint Mark Dumas. Még maga se tudja, hogy mire gondol. Szóval 10 órája volt a másik tárgyalóteremben. Tehát azt sem tudja, mi folyik itt. Hogy adtak neki egy remek jutalmat, hogy a tulajdonokat visszaadta. Hát például itt még a vörös gyémánt. Szóval mindig átja, hogy mász nem mász. Gameból lehet megmondjuk, hova egy órakor. Hol voltál akkor? Másként lopta el az urnát. Könnyű dolga volt. A fotó nem tartalmaz szavakat, de tanúsít. És az időzít is akkor van, mint amelyik a gyilkosság is. Na, itt kell elmondást találni. Hát kell, hogy legyen valami titka ennek a...
Hát még a legnagyobb más sem tud egyszer kívánni. Vissza akar térni az ítélet. Sajnálatos módon még a kezdkérdések hátra maradtak. Úgy, hogy beszél, mint az oroszlán szedítő ügyész. Itt nem szabad, hogy itt van stadium, hogy megkérdezni, hogy van-e neki bűntársa. Hold it! A jól tudom, Andrews bérelt fel téged. Ez 20 nap ezelőtt történt. Te küldted azokat a napokat a lopáshoz. Hát nem volt mások, hogy mindkettőt meg tudtam volna csinálni egyszerűen. Igen, gonosz, biztos. Nem, nincs olyan furcsa. Szlepi Rokkio mindig büszke volt az átvezetni képességére. De hogyha el volt lopva Lori Taylorba az urna, amikor ő volt az egyáltalán kiadta, akkor az nem lehet, hogy... Nem lehet egy kétőgérés, azért... Az nem lehetséges, hogy meg lett volna hamisítva az a kép. Tehát az időzítése nem lehet változtatás. Hát kell, hogy legyen a... annak titka, hogy lehet a Lottery Table-ban. Szóval arra kell állni, hogy az ami tényleg hamis-e vagy nem. Vagy más hamis, vagy maga ki. És most váljunk be ebbe! Hold it! Hát ez bizonyítja, hogy ők vette a bűnt. Hát vélemény szerint nem ölhettem meg Kébulátot, ha csak nem volt bűntársa. Keményen kell gondolkodni. A raktár és az a kép, mire van kapva. Van még vicces dolog kell, hogy legyen itt. Azt mondod, hamis ez a kép? Valami furcsaság van, de ebben a képben.
Hát utána néztünk a raktárban az este, miért a... miért lopás történt. És valami nem stimmel itt. Melyik vicces itt? Take that! A vicces rész itt van. Vérfolt. Nem, nem egészen. Ez rózsaszín, de... Nem itt a festék az igazi. Hát itt nem a festékkel van egy probléma, mert valaminek ott kellett volna lennie. És mit kell, minek kellett volna ott lennie? Ennek. Take that! Adrian Andrews a... említ a következő. A hegyékből hozták ide ezt az aranyszobrot. Rájött, hogy ezzel tudja elrejteni a festéket. Ezért tette oda, ahol először látta. Pontosan azon a területen volt, ahol volt az a rózsaszín festék, ez a szoba. Ha azon az estén... az a kép ott lett volna az estén, de az a szobor bizonyán ott lett volna. De amikor ott volt a lopáskor, akkor itt látta. Balesetből? Hogy balsérül kell tudom. Hát túl túlságosan nagy és nehéz ahhoz, hogy hogy valaki meglökhesse. Hát itt több lehet ez, mint balsét. Hogy tudom, hogy bizonyítani ott van. Szóval bizonyítsam azt, hogy hogy miért mozdították el onnan azt a szobot. Tehát itt a nagy kérdés, hogy miért mozdították el a szobrot. És ki mozdította el? A válaszom az Mr. Pinocchio. Take that! Válasz egyszerű. Hát a tanú volt az egyetlen a raktárban az esti. Miért akartam volna megbaszítani azt a szobrot? Ez igazi meccs most sem. A fotón kell, hogy legyen a kérdésre a válasz. Szóval alibit szerzett magának a Ludwig Taylor. Hogyha az a szobor ott lett volna, akkor a hazugsággal bizonyára lelepeződött volna. Ezért kellett elmozdítani azt a szobrot. Thank you.
És hova az a hazugság? Kérdésre a válasz... Az időzítés. Te idát! Úgyhogy értem ezt? Úgyhogy az este Luke-et még kívülbiztonsági vállalathoz ment tömegölni Kate Bullard. Még értem, hogy nem lehetett Lori Taylorban. Mikor volt az ajtó közelébe helyezve az a szobor? Hát szóval viszont Pinocchio dönthette azt az időt, amikor megöli az áldozatot. És hogy alibit hozzon létre abban az időben, még a gyilkosság előtt hozhatta létre azt a képet. De akkor még a szobor nem is lehetett ott a raktárban. Tehát Mr. Pinocchio bizonyan ideges lehetett. Ezért volt ideges, mert valamiért nem kellett volna ott lenni. És oda tették, ahová nem kellett volna. És ezért kell megmozdítani azt a szobrot. az az adat a raktárból, a komputerre. A műtéhez helyszíne akkor már nem beindult az a kamera. Viszont ez a program, ami adatokat tartalmaz, az övé volt. Azt akarja, hogy tudjon le. Na ez a 11. kávéja. Szóval, aki nem érteni, elmagyarázom. Hogy nem a gyilkosság napján lopta el az urnát, hanem sokkal korábban. Tehát korábban lophatta el, úgy aztán emelsen a kávébiztonsági vállalathoz. Tehát ez lehet 10 nappal ezelőtt. Tehát nem volt benne időpont, hogy melyik napon, csak az, hogy hány órakor. Megígérte, hogy nem iszik 17-nél több kávét. Ja, és még valami, itt el fog jutni a 17. kávéig. Úgyhogy most már lehet számolni a kávékot. Hát egy dolgot nem hagyhatunk figyelmen kívül. 12. kávé. Ez csak egy lehetséges
szempontból. Emberek, akik csapdában vannak a láncon, talán nem érhetik el. Aj, még ő is megdől neki. Szóval beszélj a stratégiáj. Szóval beszéljen a tervekről, úgyhogy... Szóval a kérdést az 20 nappal ezelőtt kaptam. Szóval a dobozban volt, és a raktárban vitték. Szóval a Britney nem találhatta azt az urnát. Tudta, hogy ez egy nagyon értékes kincs. Szóval 10 apa ezelőtt tette ki azt a kártyát. Szóval ő adotta meg a biztonságiakat. Így próbáljátok adni, hogy 12. október 12-én ott áll az urnát. De még eltalálják az igazságot. Szvaj! Ja, még valami. Tehát... aki nem emlékszik rá, a Dead Risingból megcsináltam 17 napot. Ezért is vélem bűvös számnak a 17-es számba, főleg Godonál is, hogy 17 kávét iszik. Hát ezt kéne megmutatom, csak nem tudom mikor. Szóval opás előtt volt ott. Ez az embléma egy top titok. Nem tudom, itten titokozzak, vagy... Jackson! Ha tényleg más vagy, akkor te írtad azt a kártyát. Hogy van egy probléma. Akkor olvastunk ki azt a kártyát, amit másztunk. Szóval a rózsaszín fót van rajta, az itt a probléma. Egy más tömeg bizony nem tudhatott... azokról a fótok. Igen, az egy festék volt. Amíg Laundry Tale-ben nem érkezett meg, addig még nem volt rajta ez a rózsaszín festék. 13. kávé. Nem vicces.
Na, csak... amikor az urna a raktárba került, az urna el volt törve. Szóval úgy került, szóval a törések miatt került be a rózsaszín festék. Tehát Mr. Pinocchio korábban is nagyon régen láthatta azt az urnát, még azelőtt, mielőtt a büntény bekövetkezett. Szóval látta ezt, amikor az a hamis fotó jött. Kipeszkült! És mivel hamis ez a fotó, így az albid is hamis. Mit tudsz mondani? Hát még korai, még... 14. kávé. Hát ez szomorú. Senkinek... senki... nem ide senki, te ezen a napon. Tegnap mindent döntöttük, hogy ez ember itt mászki-mászki. És most gyilkosnak nevezzük. Még ennek is bedől. Szóval azt mondtad, hogy Mr. Pinocchio ölte meg kémből előtt. Ez oké, és miért tette volna? Ja, szóval is kéri a szándékot, hogy... értem. Hát csak Ron Delight megvan szerint szándék, vagy volt szándék ahhoz, hogy megölje Bullerot. Hát szándék nélkül nem ítélhetem Mr. Pinocchiót. Akkor még egy bombás ki kell hallgatni, az biztos. Lehet, hogy ez egyetlen esély. Kény Buller dönthette el, hogy nyomoz mászk után. És ő itt azt a zsaruló levelet. És Bullernak volt olyan egyszeres Delight-tal az árulás miatt. Bullert hibán elnézhető. És a vádolat elhiszi, hogy magához mászkul mász. Ezért gondoltam Mr. Delight, hogy megölj Kane Buller. Szóval Kane Buller csaloltam és vádoltam. És a vádolat otthonában. És a kézírás is bizonyítja, hogy Csibullát írta. Úgyhogy ez most így változik meg, hogy Written by Bullard.
Objection! Gond lenne, hogy csak így tőled valami tisztelpje. Amikor azt mondtad, hogy ezt Rodiándok ebben van egy ellenmondás. Hát az emberek az öklökkel nyűgözik. Ringjen meg akkor. Hol van itt az elmondás? Várjunk csak. De most jól át kell gondolni, hogy mit írok oda. Mit mutatok még. Kezdjük először itt. Hát ez mondja, hogy Ron Delight szobájában volt megtalálva. Hát sisító az nem lehet. Nézzük még jól. Csak ezt most kicsit elbizonytalanít, vagy ez lesz az, vagy a másik. Vagy ez lett, vagy ez. Ja, ez a Buzzle Record, az nem fontos. Jajjajjajjajj! Ron vallomása, vagy maga a zsaroló levél? Ezt jól el kell olvasnom. If you don't identify that diamond, you save the other day instead. Várjunk csak! Lehet, hogy ez lesz az. Azt mondta Red Diamond. Ez meg... gondolkoz. Mit előkaphatok, hogyha nem... Hászok helyesen. Igen, de... mi volt az a harmadik, amiben elküldtem azt? Szóval, hogy ő írta meg. Igen, az odaírta, de... Megmutattam erre a zsaroló levelet. Talán a gyémátokról beszélt. Téged! Hoppá. Vagy nem.
Tényleg nem ez az. Ezt még egyszer kell mosni. Még egyszer próbálkozzunk ottan. Próbálj meg akkor ezt! Take that! Nem ez az. Már megint, de ez sem az! Francba már hát! Kicsit elrontottam. Egyik sem volt az. Aj, nem tudom, de biztos, hogy ő... Embléma az egy top titok. Még egyszer nézzük meg vissza. Próbálkozzunk. Akkor, ja igen, akkor azt mondta, hogy Ron Delight. De... Ezt olvassuk el még egyszer? Várjunk csak a newspaper! Ezt el kell olvasni. Says Gem Thief. Tear of Eminon. Várjunk csak! Mutassuk meg ezt esetleg! Ezt mutassuk most ezt! 100 dollár, painting. Ezt mutassuk meg benne, de hát ez biztos, hogy nem... Vagy ez vagyjam...
vagy valami más. Egyiknek biztosan helyes válasznak kell lennie. Nagy. Biztos, hogy ez. Várjá! Nézzük meg jobban azt az időt! Gem and the Thief. Priceless. Csak egy módon őszhetünk. Ez lesz az! Aj, hogy el nem jöttem rá. Igen, itt az ellopott ékszer. A színje itt a probléma. Hát nem sok tapasztalat. Ez szerint az újság szerint kék színű volt itt. De a zsaroló levélben van más. Itt benne van, hogy vörös gyémánt. Ami azt jelenti, hogy a vörös gyémánt miatt küldhették azt a zsarolót. A Tear of Emenont nem más dumászkodta el. Szóval másnak küldhették azt a zsarolólevet? Hogy ezt próbálom mondani. Még ezt akarom mondani. Akit voltak éppen megzsaroltak, az Mr. Pinocchio. Tedd át! Mert szóval minden más ügyben benne volt. Szóval, hogy amikor visszaszerezte ezt az ékszert, akkor kapta meg a jut. Hát akkor bizonyára erre gondolhatott ezzel kapcsolatban. Szóval Kimbula írta, hogy őt zsalolja meg, és nem Rombila. Tizenötödik kávé. Hogy messzire mentem? Igen. Szóval a következő válaszunk. Tehát azt mondja, hogyha nem akarod, hogy leveszni a titkod a világ előtt. Szóval Lukelmi titkát akartam a képből leveszni. Szóval Edmund az félhetett, hogy így a titkkal elpesződik, ezért kell megölni a Cain Bullerot. És mi volt az álcája, amit titokban próbált tartani? Az átszája bizonyára az, hogy ő a zsaroló. Hm.
Mr. Pinocchio-bot zsarol. Mi ez a éjfúcsa? Kényből elzsaroltam meg Pinocchiót. De Rondinát is meg volt zsarolva valaki át. Szóval végigvitte a terveket, amiket legjobban kapott. Egy kedves embertől kaphatta meg azokat a terveket. Akkor azt jelenti, hogy Rondinát volt mastermind. De valaki? Igen, szóval már kiderült a második nyomozásnál, hogy Rondinát volt mastermind, de valaki mását a lopások mögött, valaki, aki terveket is mondott neki, hogy hogyan csinálja. De az a, és az a vakja, ki azokat a terveket készítette, az csak őre. Csak Mr. Mit akar mondani? Igen, szóval ő zsarolta meg Rondinátot. Akkor bizony tud arról, hogy ő is mastermind. Hát szóval rájött az álcájára, amikor ő követette az első lopást. Máshogy jön, de... nem tudta volna meg. 16. kávé. Szóval még egy bizonyítékje. És hogyan tudott róla, hogy... Rondinát mastermind volt? Hát ide is kell van bizonyíték. Hát nem tudom, ez lenne az? Várjunk csak! Majd mutassuk ezt, vagy azt a másikat? Igen, ez lenne az, de... De vajon lehet, hogy tévedek? Nem biztos. Remélem. Remélem, hogy az őre gondolt akkor. Take that! Igen, egyszer van az.
Itt van kép Mr. Pinocchio és Ron Delightról. Őr uniform is van. Itt úgy tűnik, hogy Master Mask nem csak hogy eltűnt az égből. Úgy tűnik, hogy elrejtette azt az öltözéket. Szóval ő jött rá, hogy szóval jött rá, hogy elrejtette azt a öltözéket. Ez úgy tűnik, hogy nem lehet Mastermind, de hogy csinálj, azt tűnik. Hát akkor bizony egy csal. Csalnak gondolják az ember. Hogy hogy menne? Hát úgy tűnik, hogy nem vagy egy büszke tova is, egy büszke. Egy zsaroló vagy és egy gyilkos. Ez az igazi játszád. Hát most éppen ítéltet akarnánk hozni Mr. Edmian, de... Hát szerintem ez a 16. kártya. Egyet értem. Az a kalapár csak így gyorsan, de őt annak még nincs ideje, hogy... ...találtott én. Ő akar bíráskodni. Akkor majd nem voltak elég élesek. Hát sok mindent bizonyítottam. Főleg azt, hogy is zsaroló. Még hogy nem volt Lodi Taylor. Viszont... De még egy dolgot nem bizonyítottam. Attól még, hogy nem volt a raktárban, még nem jelenti azt, hogy a gyilkosság helyszíne ott volt. Ha nem tudom bizonyítani, hogy a kávébiztonsági vállalatnál volt, akkor nem osznod ilyetet. Az a helyzet, én akarnám bizonyítani. Sajnálatos módon, még nem tudom. Sajnos ezt erről az ígyről megfelelkeztünk bizonyítani, hogy tényleg ott volt a gyilkosság helyszín. Hát ez bizony bal szerencse. Még egy valamást. Én nem akar még valamást. Hát sajnos elfelejtettük, hogy Mr. Pinocchio itt van, de miután beavatkoztunk az ő...
és nem tudtam bizonyítani, hogy ő követte a gyilkosságot. És most azt akarják, hogy térjen vissza a felébe. Hogy megadják neki a bűnösítéletet tolvajként. Valami tenni muszáj, még gyorsan. Keresedénk bizonyítékot, de már késő. Miért? A dupla veszély. Hát van egy szabály, az a dupla veszély. A dupla veszélyeztetés. Mondhatjuk ártatlannak még egy valaminek. De aztán a vádat ugyanazért a vádét nem lehet elítélhető még egyszer. Vagyis arra akarok ezzel célozni, hogyha ha elítélném Mr. Biokiot, mint rablót és gyilkost is, az egyesítve, hogy rablógyilkost, akkor még hogyha a vád azt mondta, hogy egy tolvaj, akkor is szabadul tudna távozni. Vagyis azt el kéne ítélni egy rablógyilkost. Ha elték Mászlő Mászként, akkor áldatlan lesz Kimbul egy gyilkos. És az, hogy nem tudtam bizonyítani bűnét, így Kimbul egy gyilkosaként nem ítélhetem el. De? De most már tehetetlen. Még hogyha rod, de atlas lenne. Az igazi tettes majd szabadon távozhatna, miután eltítik a pásért pár évre. És hogyha nincs több valomás, hát akkor a dalot nem hallgathatjuk ki még egyszer. Itt tiltakozás. De? A fejed. Egy ügyvéd olyan valaki, aki mosolyog még akkor is, ha a legrosszabb helyzetbe kerül. Ez a hang. Ugye hallottátok, hogy kitiltakozott? Mi a fej? Már régen nem látta Phoenix-et. Már újra megidézte miatt. Tehát a mentolos visszatért. És ennek önvárra Godo is tanulja lesz.
Hát nem tudok ezt kérdéseket tenni egy balmás nélkül. A balmásnak még nincs vége. Valami érdekeset mondott. Úgyhogy már tettem fel kereszt kérdéseket minden egyes olvasnak. De valamit elfelejtettünk. Az utolsó kereszt kérdések. Mire gondolt ezzel kapcsolatban. Hát mondott Remark-ról van, és kimerített a szóján a Remark szót, ami azt jelenti, hogy még esetleg van esélyre, hogy még egyszer kiallgathatjuk. És nézzétek, hogy néz rá! Láttátok, hogy nézett Miára? Ez azért van, mert ő jól ismeri Miát. De hogy miért, az csak a negyedik epizódban derül ki. Beleegyezett abba, hogyha még egy valamást ilyen. Ez valami újra dolgot jelenti. Amikor Remark, tehát amikor mondják azt, hogy Remark, az bizony az, mert azt jelenti, hogy még egy utolsó valamás már tehet. Te ez az utolsó esély. Hát az igaz, hogy nem volt Lori Taylorban. El kellett távoznia, hogy lássa a többi munkakérését. Hát a bukszas a kikát bizonyítja azt, hogy ott Rondia tényleg ott volt. Halló, bizonyára tudott, hogy a riasztó beindult, ami egyszer hangzott el. A gomb, aminek, ami nincs új lenyomat. Miért? Victim would have left a pizza if he sent it. Hát mert az áldozat bizonyára adhatta volna az új lenyomat, tehát ami azt jelenti, hogy egy gyilkos kapcsolat. Na ez ugye itt egy könyv, mit mondt. Na ez az a valamás, ahol elszólja magát. Tudott róla, hogy Delight használta a Mastermind ötözékét, és ezért nem lehetett rajta új nyomat. Hát bizony, a látható tévedhetett
az Acer szín. Hát így minden bizonyíték Dilatrot hallhat. Hát elég kemény, az biztos. Hát, tehát ebben a vonásban kell... De a kérdés honnan tudott a... Hát, rendőrség... Tehát egy sajnos... Nem kérdezem ki a riasztóról. Hát, több bajt okoz nekünk. Ez a shenanigan. Ez utolsó esély. Egyesség. Most kezdjük a parti. Hát bizonyíték, itt nincs arra, ami elmondásra soha más sem mond. Hát mutatni az elmondásokra nem jelenti az, hogy itt nem mutathatok bizonyítékot. Az utolsó esély. Tehát, hogyha valamásában ne találok valami ellenmondást, veszítek. És most hallgassátok meg, mit mondok. A 17. kávé. Most azon, hogy elfogyassza az utolsó kávéját. A 17. kávéhoz eljut, az azt jelenti, hogy most kell véget vetni ennek a pernek. És bizony így nélkül kell hódít parancsot adom az egyik valomással. És mivel 11 a statementek száma 11, ezért 1 a 11-hez az esélyetek arra, hogy rájöttök, hogy hol van az elmondás. De legyen óvatosak. Ja igen, és még valami. Tehát mindenképpen 1 a 11-hez az esélye annak arra, hogy rájöttök, hogy hol van az ellentmondás, de hogyha a holdboncsot itt használjátok, akkor most az instant game over. Tehát ez már nem fog számítani. De hogyha a bizonyítékot mutatnék, akkor lehet, hogy csak büntetőt kapnék. Akár kétszer is. Csak számoljuk meg jobban ezt. Igen. Oké, az elmondás itt van. Itt szólta el magát. De akárnyiak akár vesztek, a következő fog történni. Ezt fogja mondani. Hogy nincs itt az ideje, hogy
kérdéseket tegyünk fel minden egyes mondatánál. És ez az utolsó kávé, vagy mi történik akkor, hogyha helyes válaszra megyek? De hogy a következő lesz most, hogyha tényleg rossz választ adtam, akkor teljesen kész az utolsó kávéját. Hát lássuk, hogy én jó választ adtam-e. A válasz helyes. Tehát így most lássuk, mi történik a 17. kávéjában. Úgy tűnik, hogy most elismerted. Hogy ott voltál a CEO irodában. Hogy mondhatom ezt? A gombnak... gombon nem volt semmiféle új lenyomat. Miért? Mert Mr. Delight viselt Mastermind öltözéket. De viszont te vagy az ostoba, Mr. Pinocchio. Kezd egy szómasabb lenni. És mikor szereztünk tudomást arról, hogy Ron Delight Mastermind öltözékben volt a bűnti helyszínén? Pár óvával ezelőtt. Amikor itt a 6. kávéját. Ron Delightnak ezt el kellett mondania. A vállalatok ezt el kellett mondani, ami mindenkinek még de az egyetlen... De az egyetlen, aki tudhatott erről, az, aki figyelte a... Érted ugye, Mr. Pinocchio? Az nem lehet, hogy tudtál volna erről. Tehát akik figyelték a második per első részét, azok tudhattak arról, hogy Mastermind öltözében volt a KB biztonsági vártnál Ron Delight. Csak hogy Mr. Pinocchio egy másik tárgyalóteremben volt, hogy elítélt óvágy. Honnan tudtad ezt az információt? Hát, hogy tudhatod el? Hát, sok esélye lehetett. Objection! Tehát csak egy módon szereztél tudomást. Amikor belépett az irodába, egy gyanús ágy volt ott, ami leütötte. A kliens bizonyára tanulja volt az igaz gyilkosság. Tehát nem láthatta az igazi támadóját. De szerinted nem volt. Nem tudhatta, hogy Luket mi volt az ütés. Objection! Tehát most így megfordul a dolog. Hát, hogyha a mondatát megfordítjuk, akkor az igazi tettes láthatta a rondtájtot. Hogy lehetetlen. Hát, Mr. Pinocchio volt a helyes válasz.
Tehát Mask the Maskot láthatta a gyilkosság helyszínén. Igen. Láttad őt, amikor megölted Kane Bullettet és megtámadtad. Ez volt az egyetlen volt, hogy tudtál róla, hogy Ron mit vett fel. Akkor most jöhet Mr. Pinocchio igazi breakdownja. Na, ez a Lux. Hát de ezzel kiérdemelte a legrőjesebb gyilkos címet. Mr. Bianca a legrőjesebb gyilkos, akit láthattunk a Finszvány végjátszásban. Ugyanazt mondta, mint az első perem. Öntösen ugyanúgy beszél. Viszont te hozzáadta ezt is. Most túl rögi magát. Hát ez nagyon komplikált incidens volt, az biztos. Kane Bullett megzsarolta Look At Me, aki aztán megzsarolta Ron Delight-t. Hogy megölje a zsarolóját Mr. Pinocchio, hamisan megvádolta Ron Delight-t. Aztán de... elgokarta szerzni a bűnös ítéletet Mask the Maskként, hogy így az igazi bűnét megúszta. És a végén feljött az ő tervével, hogy felhasználja a dupla veszélyezteti szabályt, hogy legyen alibije. Megint jön ugyanaz a dolog. Még megtartok az igazságot. És megint kezdi. Már közel jár abban, hogy bemocskolja egy ártatlan ember. Bemocskolja ártatlan embert egy gyilkos néven. És már megjelentje ezt harmadszor is! Nem ezt érzed, csak hogyha erős hangon üvölt. Igen, nem követtem egy gyilkosságot. Mindjárt mondom. Hát az a dupla veszélyeztető szabály az abszolút. A vádot nem lehet kétszerre megvádolva ugyanazzal a bűnnel. Akkor Mask the Mask ártatlan. Most még. Jó van, de hát még hogyha mondja azt is, hogy tolvaj, akkor is szabadon engedik. Csak akkor ítéljetik előtt, hogyha még egyszer lopni próbál. Úgyhogy tehát a vádlott Ron Delight bűnös. Hát egy szerencsés volt, az biztos. Október 14, 3 óra 35 perc délután. Néri bíróság, vádott előcsarnok. Ja, hát sikerült. Hát már igen nem hitta őt. De ne vegyek minden komolyan.
Hát, hogy mester legyen, az azt jelenti, hogy... hogy vegyünk búcsút az anyánktól. Misty Fater. Hogy vigyázzak rá. Persze. Hát a Lossia. Hát nem tudja, mit mondjon. Szélesen. Igen, legyél boldog, de. Hát végre töröltek téged egy gyilkosként. Hát szerintem elvesztett mindent. Hát ellopni a biztonsági információkat a KB biztonsági vállalattól. Várni Mastermaskkal. Hát az Desiree miatt tette. Hát ő utálja a bűnözőket. De egyszerre túl szó ejtették. Ő mindig azt mondta, hogy mindjárt utálja a lobakodó bűnözőket. Amikor kirúgták a KB biztonsági vállalattól, és elvesztette a pénzt is. Azt gondolja, hogy már nem lenne oka vele maradni. Például, hogy elhagyja. Ezért vált Mazdu Maska. Ez nem igaz. Hát helyrehozni a dolgot, de mivel? Hát nem készültem fel. Helyrehozni, de hogyan? Várjunk csak! Ez lenne az? Hát ez igaz, hogy ő hozta ide ezt az urnát. Én nem tudom, hogy ezt kéne mutatnom. Hát nem tudom, ezt kéne mutatnom. Ő hozta ide, akkor... Igen, ez lesz az. Dezivel tartom. Mert hidd benned. Ezért vagy jó. Nem kell semmit aggódnod. Hát végig boldog. Szerintem nem akartam menni. Miért beszélsz? Hát nem is tudott róla, hogy kirúgták a gázt. És ezt sem tudta képzelni, hogy Mazdu Maska.
Most mit most tenni, hogy tudod? Nem hagyod el, ugye? Egyetlen. Hát a bringál egy gyors. Hát nem tudna erre elkérni. De azt nem mondtad, hogy utálod a bűnözőkét? Hát csak azt utálja, aki gyáva és lopakodó. Mint az a detektív. Hát Rony ment és elkövette a bűnözőkét, miért Ravasz. Szóval nem hajlandó elhagyni, mondjuk ennyiben. Hát örül neki, hogy megvédhette Rondit. És ezt nem felejti el. Vigyázzatok magatokra. Hát eléggé vörösödik az arca, de ebben a következménye van. Szorozatosan pophoz meg egy kérdés. Ez elképesztő, milyen buta egy lány. Hát a büszkeségét nagyon, de eltörölte, azt biztos. Örömmel látják ezt az unát még egyszer. Vége. A vége. Elég van, két hibát kell elkövetnem. Menés. Jó, de miért elbúcsúznénk? Lássuk, mi lesz a Recipe for Turnabout, mire fog szólni a Recipe for Turnabout rész. Láttátok ezt? Na, ha ez az ajtó becsapódik, az azt jelenti game over. Ha ezt láttátok volna, korábban már game over-t is láttátok volna. Pontosan ezt nem hagyom sorozatosan, hogy megtörténjen. De ezt a harmadik epizódban, a Trials and Tribulations-ben csupán nem lehet megúszni. Tehát arról fog szólni a harmadik epizód, hogy
egy vádlottat elítéltek mérgezésért. És Finisvár állítólag ott lehetett. De hogy azt a pert miért vesztette, az a rejtély. És valaki más tölhette, még egy férfi, aki ciánt szórt a kávé, az áldozat kávéjába, aki gyorsan belehalt ebbe. De nem volt semmiféle bizonyíték, hogy bizonyítsák az ártatlanságát, és ez most elő fog szólni, és ajtós becsapódott, tehát game over lett az eredménye. De két is, hogy történhetett ez? Tehát erről fog szólni a harmadik epizód. Ha tetszett, iratkozzatok be a csatornámra, és nyomjatok egy lájkot, és lehet, hogy úgy fogod dönteni, hogy rendezek még egy elírás kihívást a Turnabout Sisters résztől, azaz Ace Attorney második epizódjáról japán nyelven. Tehát végigvinni japán nyelven tökéletesen. Tehát erre fogok gyakorolni, és a harmadik epizódot pedig majd addig elég időm lesz erre az epizódra gyakorolnom. Úgyhogy mára búcsúzom, szevasztok!